Jubileumot ünnepelt idén az Agrobékés Kft. Partnereivel, a hagyományos szántóföldi gépbemutatóval színesített nyílt napján. A 16 éves cég történetében ez már a 10. nagyszabású rendezvény, amely programjai között több állomásos álló gépbemutató, majd délután látványos gyakorlati gépbemutató várta az érdeklődőket. Az első állomás az egy GPS állomás volt, itt a különböző kormányzási rendszereket és a különböző elérhető jeleket, valamint különböző kijelzőket mutatta be a GPS-es kollégánk. Itt a célunk az volt, hogy megismertessük ezt a technológiát a gazdálkodókkal, és megmutassuk azt, hogy milyen megtakarításokat tudnak elérni azáltal, hogyha ezeket a technológiákat használják. A második állomás a kombányoknál volt, ahol a rotoros technológiáról tartott bemutatót szintén egy másik kollégám. Itt kiemelném azt, hogy egyedülálló egy rotoros technológiával rendelkeznek a KZH kombányaink. Itt, amiről szó volt, a rettentő tiszta munka, tehát a lehető legkevesebb szennyeződéssel történik a betakarítás, a lehető legkevesebb tört szemmel, minimális veszteséggel és a legnagyobb átömlési teljesítménnyel. A harmadik állomás a fokozatmentes váltókról, az úgynevezett CVT váltókról szólt. Ezek a váltók több gépünkben is megtalálhatók, Maxum, Puma, Magnum gépeinkben, valamint a nagyszériás kombányainkban is. Cégünk a Kvernaland gyárnak a termékeit forgalmazza. Ennek a gyárnak az egyik vadonatúj terméke a Kvernaland X-Drive nevű önjáró permetezőgép. Emellől indult a mi munkagépek bemutatása. Kiemeltük a bontatott permetezőket még a Kvernaland standon, illetve az ekéket, hisz a Kvernaland attól Kvernaland, hogy jelen pillanatban is Norvégiában anyagyárba gyártja ezeket a főlégfüggesztett és függesztett ekéket. Ezután következett a McHale gépeknek a standja, ott a McHale szálastakarmány gépeket mutattuk be, bálázót, bálacsomagolót, bálabontót. Utána átfáradtunk a Bednár részlegre, ott a Bednár ugye egy cseh országi gyár, mely talajművelő eszközöket gyárt, illetve vetőgépet. Itt a mögöttem látható Omega 4000-es vetőgép az egyik újdonság, ez tavaly óta szerepel a palettánkon. Egy nagyon jó, precíz vetőgép, amely alkalmas minden sorba vetett növénynek a vetésére, repce, búza, borsóra gondolok itt. Gumiheveres járó szerkezeteknek a fontosságára, jelentőségére szerettük volna felhívni a figyelmet. Ezt szemléltettük úgy, hogy egy tojáson haladt keresztül egy 25 tonnás gép, és mint ahogy láthatták, a tojást éppen kiástuk a traktor alól, és semmi baja nem lett. Valamint szerettük volna demonstrálni, hogy milyen hatalmas a felfekvő felülete ezeknek a hevederekkel rendelkező gépeknek.